itt élek már gyakorlatilag mennyit? 25 éve, és nem úgy érzem, hogy teljesen úgy vagyok, hogy én magyar vagyok, mert családom itt van, barátok itt vannak, nekem két házam, úgy nézem, az egyik a Magyarország, a másik még a Mali, Afrika. Hello! Szervusztok, sziasztok! Megpróbáltuk kideríteni, hogy vajon mennyire eltérő a magyar és a mali társadalom. Vajon milyen ottani szokásokat kell levetniük az afrikai bevándorlóknak, és milyen újakat kell felvenniük ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni közénk. Most már a világ mindenhol változik. De az, hogy más a család szemlélet ott, az biztos, így is úgy van. Ilyen szó, hogy unokabátyám nem létezik, vagy a fél testvérem, ilyen nem létezik a mi nyelvünkbe. Testvéred kész, pont. És hát ebből is látszik, hogy kicsit más a családfogalom ott nálunk, mint itt Magyarországon. Az azért jó, hogy léteznek szokások, amelyeket mindenhol ugyanúgy ünnepelnek. A bácsánknak boldog szüli napot! Nálunk a család az, amíg jönnek a nagyszülők vagy a dűtszülők, addig ők a vezetők. Ők mondják, hogy a családban mi történjen, addig ők a parancsnokok. Nálunk a családban úgy van, hogy mindig a férfiak a döntést hozók, és azon belül a legidősebb mindig én mondja utolsó szót. Nincs olyan egyetértek, hogy nem értek, én a legidősebb, akkor egy nappal idősebb, mint én, akkor amit döntés, amit hozott, én rám az érvényes. El kell fogadnom. Ez emberi együttműködés és emberi együttélés különböző szabályai, amelyek nagyon fontosak, és ettől leszünk toleránsak, hogyha mi megértjük, és nem csak, hogy megértjük, hanem akarjuk megérteni, hogy a másik miért olyan, mint amilyen. Magyarországon, ha barátokhoz is megyek, akkor bejelentkezek, hogy ilyenkor meg olyankor érkezem. Ha Máliban vagyok, akkor ha fogom magam este 10 óra, akkor valakihoz megjelennek, az nem lepődik meg, hogy miért jelennek meg. Elgondolkodtató, hogy milyen elvárásokkal szembesül egy más kultúrából érkezett bevándorló a befogadó társadalom és önmaga részéről is. Mennyire ragaszkodnak saját hazájuk szokásaihoz, és mennyire tudnak azonosulni az új haza normáival. Nagyon fontos azt tudni, hogy egy befogadó ország nem követelheti meg a bevándorlóktól, az ott letelepedőktől, hogy teljesen feladják a múltjukat, a szokásaikat, a gyökereiket. Ettől ők azok, akik az identitásuknak, ez nagyon fontos része. Ha azt szeretnénk, hogy akik hozzánk jöttek, lelkileg egészségesek legyenek, és hozzáadjanak, tehát hozzáadott értéket adjanak a mi kultúránkhoz, az életünkhöz, akkor nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk. Ugyanakkor természetesen ahhoz, hogy ők beilleszkedjenek ide, át kell venni bizonyos itteni magyar szokásokat, normákat. Nagyon fontos, hogy ebben harmóniát tudjanak kialakítani, és mi ebben az ország, a társadalom, a népesség támogassa őket. A mai embere az a jellemző, hogy igen, bár szegény országból valósak vagyunk, szegény emberek élnek Maliba, de az a jellemző, a jókedély, a vidámság, nem ismerve a stressz. Ott az emberek nem az anyagiakra mennek, hanem ők a mindennapi megélhetésre vannak, és nem az, hogy holnap mi van. Az ottani legszegényebb ember gazdagabb, mint azt mondom, hogy Európában a leggazdagabb ember. Az egyes kultúrák különbözőségét mutatja az is, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a pénzhez, mint a boldogság fokmérőjéhez. Lehet, hogy a maliak jobban látják, mi az, ami az életben igazán fontos. Együtt lakik a családjával, ha megnősül, akkor is, minden bevétel közös, minden kiadás közös, és hihetetlenül boldogok. Sokkal boldogabbak, mint mi, ami életviszonyaink közepette. Itt nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam, csak néhányzat itt a rohanás, a stressz, a munka, az egyeniség, ez egy kicsit, ami hiányolom otthonihez képest. Valószínűleg minden társadalomban vannak olyan emberek, akik nem szívesen látják a bevándorlókat, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek.
Mivel afrikai, vagyis fekete bőrű letelepedőkről szól filmünk, rákérdeztünk arra is, hogy mennyire nehezítette meg beilleszkedésüket a bőrük színe. Hát a rasszizmus az tulajdonképpen az nem egy néphez kötődő valami, de általában én az ország az úton mindig jó emberekkel találkozok többségében. A magyar nép elfogadó nép, a magyar nép nagyon kedves nép, a magyar nép azért is vagyok itt, 30 éve itt vagyok. Ha nem lenne jó, ha úgy éreztem volna, hogy tényleg valami, tényleg változtatni kellene, és hogy nem érzem jól magam, akkor hazamentem volna. De mivel jó, jól érzem magam, családot alapítottam, itt maradtam, és gyönyörű itt lenni. Sokszor, amikor megkérdezik tőlem, hogy én magyar vagyok-e, hát azt mondom, hogy nem látszik, én magyar vagyok. És ez a hazát, ez én választottam, és igyekszem becsületes emberként a többi magyarral együtt élni. A Magyarországra bevándorlók döntő többsége valóban megbecsüli azokat az eredményeket, amelyeket itt sikerült elérnie. És úgy látszik, ezt a magyar lakosság is értékeli. Amennyiben úgy jönnek ide Magyarországra, hogy tényleg tanulni jönnek, és tényleg normálisan viselkednek, és úgy tanulnak itt, akkor semmi kifogás nincs ellene. Éljenek és dolgozzanak itt. A fekete bőrszín tehát egyre kevésbé idegen az emberek számára. Azonban él egy tévhit az afrikai bevándorlókkal szemben, miszerint azért hagyják el hazájukat, mert egy tehetősebb országban szociális segélyben részesülhetnek. Gyakran hallhatunk olyan hangokat is, hogy a szociális ellátórendszert terhelik a bevándorlók. Ez ugye nem igaz, hiszen a magyarországi tartózkodási engedélyhez kifejezetten szükség van arra, hogy valakinek bejelentett, jól fizető munkahelye legyen, lakcíme legyen, a társadalom biztosítása rendben legyen, és hogyha ő mindezektől elesik, és esetleg szociális ellátásra szorulna, akkor abban a pillanatban el is vesztené az itteni tartózkodási jogosultságát. Adamát és Maliból érkezett társait nem fenyegeti a kiutasítás veszélye, hiszen valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és sikerült elfogadtatniuk magukat a környezetükkel. Adama esetében azonban ennél többre is sor kerülhetett. Újtikoson lakó barátai felkérték keresztülőnek, ennél fogva Adama gyakran látogat el a kisfaluba, amelynek lakói már nem lepődnek meg a láttán. Ádám az én egyik legjobb barátom, az egyetemen ismertem meg. Ides Tovamárt 23 éve ismerjük egymást, és ebből a barátságból adódott az, hogy őt választottuk keresztülőnek. Hát volt is nagy csodálkozása a településen, amikor megjelent. A papa keresztelő már nem lepődött meg azon, hogy fekete ember áll mellette, nem kifogásolta. Természetesen megkérdezte, hogy a vallásunk az egyezik-e, de mivel ezt mi már előtte ellenőriztük, és nyilván Ádám is felkészült rá, ebből nem volt semmi gond. Nekem van a legkülönlegesebb keresztapukám a faluba, és hát az osztálytársaim is azt gondolják, hogy nagyon jó fej és vicces. Adamának hazánkban is sikerült megőriznie mali gyökereit, amelynek szellemében ünnepi népviseletben készül barátai fogadására. A vendégeket pedig nem pörkölt földi mogyoróval, hanem egy hagyományos afrikai fogással, a földi mogyorós pörköltel várja. Adama, ez pont úgy néz ki, mint egy hagyományos magyar pörkölt. Létezik, hogy ezzel várod a vendégeket? Ez tulajdonképpen pörköltnek indul, és utána sima, natúr, földmogyoró darat kell beletenni. Földi mogyoró darat? Földi mogyoró darat, és azért ennek a olaja jön ki. És akkor így az egész földi mogyoró így van neki. Ez úgy van nálunk, hogy a földi mogyoró pörkölt. Adamáik házában tényleg nem úgy viselkednek, mint akik még nem láttak fehér embert. A vendégek között ott van Adama egykori kollégiumi szobatársa is, aki végig kísérhette barátja alkalmazkodását a magyar viszonyokhoz. Hát amikor megismertem egy igazi bulizós, szerette a zenét, a nőket, de a mai ember ilyen szempontból teljesen más, mert ugyanakkor egy családcentrikus ember is, és most már abszolút a családjának él.